Hello, sziasztok! Egy rövid bemutatkozással tartozom nektek. Balogh Krisztina vagyok, író, illusztrátor és festőművész. Ebben tevékenykedem, és szeretném elmondani, hogy mivel foglalkozom mostanában, illetve hogy miért is csappantak meg egy picit a csatornán, meg mindenféle csatornámon a posztok rendszeressége, illetve egyáltalán. Itt a YouTube-on látjátok, hogy még tanulom a videózást, illetve a videózásnak a fortéjait. Nyilván nem mobiltelefonnal a kezemben születtem, de látom, hogy ma már mindenféle kisebb eszköz a rendelkezésünkre áll, amivel tudlak benneteket tájékoztatni, amivel meg tudom mutatni, hogy éppen mit csinálok, vagy hol tartanak a projektjeim. Amiben most benne vagyok, az két olyan projekt, ami gyakorlatilag nem sokára kifut, de mindegyiknek lesz folytatása. Az egyik, amiből itt láthatatok már részletet, meg más csatornáimon is sokat posztoltam róla, színezőkönyvet készítek, ami gyakorlatilag több korosztálynak is jó. Ez egy felnőtt színező, elsősorban felnőtteknek és nagyobb kamasz gyerekeknek szánom. Elkészült már majdnem minden rajz bele, és lassan a digitalizálás, befotózás, digitalizálás folyamatába lép a dolog, és utána jöhet a könyvkiadás. Letölthető lesz e-könyvben, ha sikerül digitalizálnunk a képeket, illetve majd később egy papíralapú, gyönyörű színező formájában is a kezetekbe vehetitek. A másik pedig, ami miatt megszaporodtak az ügyintézéseim és olyan dolgok, amiket a háttérben tudok csinálni, az pedig az, hogy egy rövid, nagyon rövid, megdöbbentően rövid idővel ezelőtt az a hirtelen ötlet jött elő néhány barátommal, pontosan két barátommal, akivel aztán felügyeljük ezt a projektet, hogy készítünk egy rendhagyó antológiát, amiben kifejezetten tréfás horror történetek kerülnek. Horror Herót a címe, a címadó novellát azt én hozom, és hárman, háromféle külön tapasztalattal, illetve külön lehetőségekkel egy kicsit moderáljuk, felügyeljük ezt a dolgot. Olyan íróknak szeretnénk a jövőben is, nem csak ezzel az egy könyvvel, hanem a jövőben is egy folyamatában segíteni, akik kreatívak, valami miatt kevesebbet jelennek meg, vagy éppen szeretnék, hogyha tudnánk nekik segíteni bármi problémájukban, megjelenésükben. Amit tudnotok kell, hogy ez egy ingyenes antológia, nem kell belépőt fizetni, nem kell kifizetni az oldalszámot, hogy mit teszünk le. Gyakorlatilag 2,5 hete született meg a konkrét könyv ötlet, és azóta már dolgozik a korrektorunk, 6-án volt az első leadási határidejük a novelláknak, most szeptember 6-án a korrektorunk dolgozik, nagyon kedves, tünemény hölgy, gyakorlatilag ingyenesen segíti jelenleg a munkánkat, illetve neki Mosolygó Marián Erzsébetnek hívják, helyesen magyarul.hu-n megtaláljátok, illetve a Facebookon is ezt a csodálatos hölgyet, illetve aki így támogatja a projektünket, könyvünk létrejöttét, illetve Sándor Anita dolgozik a borítóterveken, és gyakorlatilag már kiválasztottuk, elkészült az a borító, ami az alapja lesz. Most már majd a szerkesztések meg a szöveg kerül rá. Úgyhogy itt tartunk most. Ha jól számolom, még nem számoltam át, bár gyakorlatilag minden novellát átolvastam. 11 szerzővel dolgozunk most, 11 íróval, és 15 novellánk van eddig. Most még folyamatában lehet jelentkezni, úgy alakult, hogy kitoltuk egy kicsit a leadási határidőket, horror szatirákat és horror
paródiákat várunk elsősorban ebbe a könyvbe. Ha már nem férsz bele, tehát a szeretnél jelentkezz, ha már nem férsz bele ebbe az antológiába, lesz ennek folytatása, illetve más zsánerrel is megmutatkozunk. Úgyhogy szeretnél egy jó közösségnek, egy aktív, kreatív csapatnak a tagja lenni, akkor keres rá a Horror Hero cím alatt, vagy keres meg engem, Balogh Krisztina vagyok, Kam, Krista B. Kam néven is publikálok, és legyetek szívesek jelentkezni, mondjátok el, hogy milyen stílusban írtok, mit vártok egy ilyen közösségtől, ide is lehet lent a poszt alatt, vagy a videó alatt elmondani, hogy van-e elképzelésetek, mivel tudnátok hozzájárulni esetleg a munkánkhoz, hogy minél hamarabb megjelenhessen ez a könyv. Szeretnénk segíteni azoknak az alkotóknak, akik valamilyen egyéb elakadások miatt mégis meg akarják mutatni a világnak a munkáikat, de eddig nem annyira sikerült, vagy éppen egy jó csapathoz akarnak tartozni. Egy kis vérfrissítést szeretnénk a távolabbi jövőben, ezek a hosszú távú terveink, egy kis vérfrissítést, egy kis újítást a magyar könyvkiadásban. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek, hogy velem tartottatok. Bármikor nézed ezt a videót, meg lehet keresni engem valamilyen formában. Biztosan megtalálsz az interneten, illetve két társamat, akik ebben az antológiai folyamatban szeretnének továbbra is velem maradni, illetve hosszú távon együtt tartani egy jó csapatot, Szigeti Attila írót, illetve Kőszegi Árbeiter Anitát tudom még ajánlani. Ha ismered őket, vagy megvannak a Facebookon, keresd meg, írj rájuk, ha szeretnél velünk tartani. Az elérhetőségeimet még, illetve hogy hol találsz meg most jelenleg, mert a weboldalam még az új weboldalam előkészítés alatt van, technikai okok miatt még nem indultam el vele augusztusban, de minden egyéb elérhetőségemet, a jelenlegieket itt lent a videó alatt megtalálod. Szia! Sziasztok!